jó napot, Márton! Kezét csókolom! Tessék már nekem segíteni! Van egy lakásom, amire most kaptam egy 50 milliós ajánlatot, 12 éve vettem, azóta ki van adva bérbe. Mit csináljak? Azt tetszett mondani, hogy 12 éve vette ezt az ingatlant, hadd tippeljek, akkor körülbelül 15 millióért vehette. Illetve azt tetszett mondani, hogy kiadta bérbe, most egy átlagos 100 000 forintos bérleti díjjal számolunk, akkor 12 év az 144 hónap, tehát az 14 millió 400 000 forint csak a bérleti díjból, ugye? Hát a unokám lakott benne 2 évig, de nagyjából igen, ha honnan tudja? Hát onnan tudom, hogy 16 éve vagyok ingatlan kereskedő, és nagyjából tisztában vagyok a számokkal. De akkor az elhangzottak alapján ez körülbelül egy 430%-os hozam önnek. Tehát azt gondolom, hogy az, hogy ezt az ingatlant eladja vagy ne, az nem kérdés, mert ez pénzügyileg egy jó döntés. Tehát egy ilyen esetben az nem kérdés, hogy érdemes eladni egy ingatlant ilyen hozammal. Az a nehezebb kérdés, hogy mit fogsz kezdeni a pénzeddel.